Mindössze 2 pontot szerezve nyeretlenül, de stílusosan futballozva. Most egymás ellen próbálja a két csapat növelni pontjainak számát. Itt a Hungária körúton egyébként 10 éve játszottak legutóbb MTK Zalaegerszeg bajnoki mérkőzést 2010. októberében. Akkor 4-3-ra egy utolsó percben szerzett góllal a Zete nyert. Hát azt hiszem, most is örülnénk, ha egy gólgazdag mérkőzésen lennénk majd túl. Ami az MTK összeállítását illeti, a korábban sérült Pintér és Kanta mellé Mikey Ramos is föliratkozott a sérült listára, őt ugye meg is műtötték már, így először pályafutása során Bíró Bence a kezdő csapatban. A többi 10 játékos megegyezik azzal a 10-zel, amelyik korábban is a kezdő csapat tagja volt. Bíró ugye 3 gólt szerzett a utánpótlás válogatottban Szlovénia ellen. Ami az Zalaegerszeget illeti, itt már jóval több a változás a Ferencváros elleni vereséghez képest. Bekerült a csapatba Szalai Dániel, ő lesz a jobb hátvéd, akit Békés Csabáról igazoltak, valamint Favorov, Zsivkó és Könyves is a kezdő csapat tagja. Pipiskednek az zalaegerszegiek is, lábujjhegyen állva a sorfalban. Herrera. Schön. Herrera. Herrera a honvéd ellen talált be kolumbiai légiós védő létére. Gera kapja a labdát. Gera. Gera lő. Oldalháló. Schön. Jól húzza meg. Schön. Demjén. Šanković. Gergényi. Könyves. Gergényihez vissza, Gergényi középre, gól! Egy nagyon szép támadás végén, a 42. percben megszerzi a vezetést a Zalaegerszeg. Tavaly is volt már egy gólja a szezonban. Most is van már egy. Schön. Így lett jó labda kihozatal, Herrera. Csimbe kapja. Kéne rúgni a labdát, mert ketten csúnyán összecsúsztak, Szalai és Herrera. Mint hogy Herrera sincs a legjobb bőrben. Parna Szabolcs érkezik az MTK-ba. Ő Herrerát váltja tehát. Herrera sem tudja folytatni. Hobál, nincs les, Babati. Babati, rálépett a labdára, de ez is belefért még. Babati, jóváltás, Tanasin, ott a helyzet, Santo nem találja a labdát, ez viszont benn van. 2-0. Itt jön Tanasin, Santo elvéti, Bedi még le is kezeli, és aztán elég furcsa mozdulattal kapura hányja szinte a labdát. Bedi. Santo tovább jut. Santo, ott a harmadik. 88. perc. 3-0 Santo Regő. Az NB2 után az NB1-ben is gólt lő az MTK-nak. Szerencsés a csel. Aztán utána viszont szépen a hosszú sarkot Santo eltalálja. Demjén Santo irányába, Baki. Bíró lépne még ki, Zsivkó. És most van vége. Az MTK elveszenvedte első vereségét a bajnokságban, az Zalaegerszeg pedig megszerezte első győzelmét. MTK Budapest, Zalaegerszegi téje. Favorov, Bedi és Santo góljaival 0-3.